Előre hátvéd, véd meg a hálót, lőd meg a labdát, zeng a lelátó. Passzolj a szélre, csúszál be térdre, döngesd a lécet már. Pontiroda mögötti pályák fele tartok, ahol a művelődési menedzser szakhét keretében tanár-diák meccset tartanak. Tanár-diák meccs egyik résztvevőjével beszélgetünk. Milyen csapatot állítottok ki? Hogy érzed, hogy mennyire vagytok erősek? Esélyük nincs a tanároknak ellenünk. Kikből áll a csapat? Főleg elsősökből, de ahogy látom, vannak felsőbb évesek is, de szerintem az elsősök mozdultak meg leginkább. Milyen eredményre számítasz? Lemossuk a tanárokat a pályáról, esélyük nincsen. Így most végignézek a tanárok csapatán, hát te is látod. Egy nevet mondasz nekünk? Berettyán Zoltán. Első műben, első politológia. Tanári csapatból is már egy ember megérkezett, Erdei Gábor tanár úr. Oda megyünk hozzá, a meccs előtt milyen érzések töltik el. A diákok azt mondják, hogy a tanárokat le fogják mosni a pályáról. Remek érzéssel állok itt a pálya közepén, mivel hogy az elmúlt 5 év tapasztalat egyetem pozitív, 4 győzelem, 1 vereség. Kik alkotják még a tanári csapatot? Sajnos, ahogy a mai Nemzeti Sport is megírta, tegnap este többen belázasodtak, és a sérültek kispadja nagyon hosszú, úgyhogy van egy-két titkos idegen légiósunk, akiket még nem tudok bemutatni. A mérkőzés 15. percében járunk, amikor is 1-0-ra vezet a tanári csapat. Közönségből kiszúrtunk egy embert, akihez oda mentünk, és megkérdezzük tőle, hogy hogy vélekedsz a diákok teljesítményéről. Némi kívánivalót hagy maga után, ugyanis hát nem lőttek még gólt. A kapus kicsit gyengén teljesít sajnos, mivel egy lány áll a kapuban, és a tanárok viszont nem kímélik. Hatalmas távoli lövésekkel próbálják bombázni a kaput, amivel egybe is akadt, úgyhogy azt gondolom, hogy a diákoknak be kell hozni ezt a hátrányt még az elkövetkezendő percekben. Milyen a meccs színvonala az eddig látottak alapján? Világbajnoki színvonalú természetesen. Azt gondolom, hogy ez bármely bajnokságban megállna a helyét, illetve a debreceni fotballcsapat is tanulhatna ebből a hatalmas teljesítményből és ebből a hatalmas iramból. Látok itt két lányt is a drukkolók között, akik narancsot szorongatnak a kezükben. Megkérdezzük őket. Hogy vélekedtek a diákok eddigi teljesítményéről, hiszen a tanárok vezetnek 1-0-ra? Hát nem a legmeggyőzőbb szerintem. Ich meine, wenn ich 20 wär und super talentiert. Volt a meccsnek egy sebesültje is, őt kérdezem, mi történt pontosan? Hát az úgy volt, hogy én jöttem ide ki, azt mondták, hogy meccs lesz, nagy meccs, aztán az első percben lesérült a bokám, tetszik tudni, lesérült, de én beálltam odani abba a kapuba, mert azt mondták, hogy ott sörosztás is lesz, de nem volt. Tessék csak megjön az újságban, és tessék megmondani, hogy mindenkit üdvözlök otthon. Csókolom, Marikani, csókolom! Ez egy lett a végeredmény, a tanárok javára méghozzá meglepetésre a diákcsapat szóvivőjét. Kérdezem, hogy hogy értékeli ezt a meccset? Mivel magyarázható ez a gyér eredmény? Én visszakérdezek, hány tanár volt a másik csapatban? Ennyi a válaszom, hogy hány tanár volt a csapatban? Hol a többi évfolyam? Az első gólnál a Tibit elfektették egy testcsellel, aztán a gulit a kapusgabesz mellett, laposan a hálóba gurította a labdát. A második gólról egyáltalán nem ítettünk, a partihez üntett valamit, mert mindannyian félreértettük. A meleg is kicsit megnyomta a fiúkat, a hátvéd Gabesz kicsit frontérzékeny. A harmadik gólról sajnos lemaradtam, mert éppen akkor ápoltak. A negyedik gólnál éppen a Gabesz cserélték be, nem sikerült felvenni a ritmust. Az ötödik gól előtt lett volna egy helyzetünk, de csak a félpályáig sikerült eljutnunk.
A meccs végeredménye 10-1 lett a tanárok javára. Erdei Gábor kérdezzük a tanárcsapat oszlopos tagját, hogy hogyan vélekedik a meccsről. Egyrészt örülök, másrészt sírok. Egyrészt, hogy a diákcsapat már ennyire képtelen ellenállni rólmainak. Egyrészt, másrészt viszont megdöbbentő, hogy egy év kihagyás után így térünk vissza a pályára, tehát 10 gólt tudunk berámolni a fiataloknak. És mit mond arról a diákok által felhozott kifogásról, hogy a tanárcsapatban csak egyetlen egy tanár jelesül ön vett részt? Egyrészt rúgtam egy gólt, tehát akkor is 1-1, nem kaptunk ki. Másrészt másfél tanár volt, mert Kaled is volt, amikor itt tanított, tehát másfél tanár, ő rúgott, úgy tudom, 2 gólt, tehát akkor 2-1-re győztünk. Harmadrészt pedig igazolni tudni kell. A diákcsapatról esetleg valami pozitív fejlemény? Volt-e valamilyen akciónak tűnő mozdulatuk? Igen, tehát látszik, hogy individualista társadalom felé megyünk. A passzót nem ismerik. Van, aki szereti magát, tehát szeret cselezni. Aki pedig irányít, az nem tud focizni. És minek köszönhető a tanári csapat ilyen mértékű győzelmet? Ha nagyképű lennék, azt már papírforma. De igazából tegnap este taktikai értekezetet hívtunk oda SMS-en keresztül. És ez az eredménye. There's disaster in the air. Our boys are losing, it just ain't fair. How things are going wrong. So cheer them up with a little song. 1, 2, 3. Ole, 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 ole. We are the champions. We are the champions. Ole, 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 ole. We are the champions. We are the champions. Ole, 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 ole. Milyen akciókat hajtott végre tanár úr ezen a meccsen, amit külön kiemelne? Alapvetően a 6-3-as Wembley meccsre időző mozdulatokat mutattunk be. Taktikailag, szellemileg, fizikailag, minden szempontból fölött álltunk a diákcsapatnak. Volt olyan pillanat a meccsnek, amikor úgy érezte a tanár úr, hogy na ezt most elveszítjük. Igen, amikor még senki nem volt a pályán. We won the game, 5-0. Thank you boys for the show. And just once more before you go, 1, 2, 3.